30 féle agrártámogatás. Mától kezdődik az egységes kérelmek benyújtásának időszaka. A gazdálkodók mintegy 400 milliárd forintnyi összeghez juthatnak hozzá. Segítség a rászorulóknak. 85 millió forinttal támogatja a magyar állam az ukrán konfliktus és háború által leginkább érintett családokat, jelentette be Soltész Miklós államtitkár Vásárosnaményban. Tanulók gazdasági szervezeteknél. A szakképzési rendszert, így a duális képzést is erősíti majd a kamarai garanciavállalás. Mától kezdődik az egységes kérelmek benyújtásának időszaka, amelynek keretében a magyar gazdák több mint 30 féle agrártámogatást igényelhetnek. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Szakemberek szerint egyszerűsödik az eljárás, könnyebb lesz a kérelmeket határidőre benyújtani. A gazdálkodók mintegy 400 milliárd forintnyi összeghez juthatnak hozzá, ami segíti őket a termelésben. Egy újfajta jogcímmel bővül a következő időszak támogatási rendszere. A gazdáknak meg kell ismerkedniük az úgynevezett zöldítéssel, amely egyebek mellett azt jelenti, hogy az agráriumban is fontos lesz az ökotudatosság. A zöldítés az egy követelményrendszer, aminek három fő eleme van. Az egyik a gyepek megőrzése, a másik az ökológiai terület, célterületek kijelölése, a harmadik az pedig a terménydiverzifikáció, ami azt jelenti, hogy a termelt növényeink szélesebb palettát foglaljanak el, gazdaságon belül több növényt termesszenek a gazdák. Ez utóbbival nagyobb esélyük is van arra, hogy gazdaságosabban működjenek. Elkészültek az egységes jogszabályok, így az egységes területalapú támogatási kérelmet a gazdák április 1-től nyújthatják be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elektronikus felületén az ügyfélkapun. Országosan eddig 670 falugazdást készítettek fel az új rendszerre. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is folynak a képzések, tájékoztatók, így a megyei termelők is első kézből kapnak információkat, segít a falugazdászoktól. A kérelem benyújtási határideje május 15-e, fontos, mert csak így fizethető ki októberig a támogatási előleg. A magyar agrár és vidékfejlesztési támogatások 1,9 milliárd euróval, azaz mintegy 600 milliárd forinttal nőnek 2014 és 20 között. A jelenlegi területalapú támogatásra országosan 180 ezer kérelmet várnak, az összes támogatási igény több mint 10%-a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkezhet. Megközelítőleg 23 ezer igénylés. Jelenleg még a hektáronkénti támogatás pontos összegét nem lehet tudni. Az egységes területalapú támogatás a zöldítéssel együtt valahol 210-220 euró környékén fog kialakulni. Az igénylők számától, illetve a rendelkezésre álló kerettől függően. Nagy könnyebbség a rendszerben, hogy a gazda egy elektronikus felületen láthatja majd az összes támogatási igénylését, beleértve az állattartási támogatásokat is. 85 millió forinttal támogatja a magyar állam az ukrán konfliktus és háború által leginkább érintett családokat, jelentette be az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár egy magyar-ukrán tanácskozáson Vásárosnaményban. Soltész Miklós kiemelte, mintegy 200 család egy éven át havi rendszerességgel kap majd támogatást. Múlt héten ukrán nemzetiségi vezetőkkel értekezett Nyíregyházán az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár. Akkor azt jelentették be, 5 karitatív szervezet segítségével adományokat, elsősorban élelmiszert juttatnak majd az ukrán konfliktus miatt nehéz helyzetbe került családoknak. Ma pedig Vásárosnaményban tartottak magyar-ukrán tanácskozást, ahol többek között azt is bejelentették, a katolikus Caritas vállalta a segélyszállítmányok célba juttatását. Ez az úgynevezett humanitárius segélyszállítmány, ez gyakorlatilag tartós élelmiszereket tartalmazó kamion gomboly lesz, illetve gyógyászati segédeszközöket is tartalmaz. Ennek fele Kárpátaljára kerül, a másik fele pedig Kárpátokon túlra. Így az ottani rászoruló ukrán testvéreinken is tudunk segíteni.
A magyar állam anyagilag is segíti az ukrán konfliktust és háborút leginkább megszenvedő elsősorban magyar családokat, mondta Vásáros Nominban az államtitkár. Soltész Miklós kiemelte, az összeg megfelelő célba juttatásában a katolikus Karitász, a református és a máltai szeretetszolgálat segít, hiszen ezek a szervezetek Ukrajnában is működnek. 85 millió forint az, amit a magyar kormány döntött etéren, és egy éven keresztül havi bontásban vagy havi támogatásban fogják megkapni a családok, ami annyit jelent, hogy remélhetőleg a mostani szerződések előkészületek alapján áprilisban már el fog jutni a családokhoz. A magyar-ukrán tanácskozást Vásárosnaményban tartották. Filip Sándor polgármester elmondta, városuk is segíti majd az ukrán konfliktus által érintett családokat. Miniszterelnök úr felhívásához mindenképpen csatlakozni kíván önkormányzatunk, hogy milyen mértékben ezt a jövőben döntjük el a testületi ülésen, hiszen egy előterjesztés követően tudom majd meghatározni azt, hogy a testület hogyan dönt és milyen mértékben támogatja. A segélyszállítmányokat várhatóan április közepén tudják elindítani, az anyagi támogatást pedig a közeljövőben kapják majd meg először a családok. A szakképzési rendszert, így a duális képzést is erősíti majd a kamarai garanciavállalás, tájékoztatotta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési vezetője. Július 1-én lép hatályba a hazai szakképzési törvény, amely azt is szabályozza, hogy egy szakiskolai tanuló csak akkor vehet részt iskolai tanműhelyben gyakorlati képzésen, ha a területileg illetékes kamara ellenőrzése és minősítése után nem talált megfelelőnek nyilvánított képzőhelyet és tanulószerződést biztosító gazdasági szervezetet. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelenleg mintegy 420 gazdasági szervezetnél lehetnek szakmai gyakorlaton szakiskolai tanulók. A megyei kereskedelmi és iparkamara célja többek között az, hogy 2018-ra 6-700 ilyen társaság legyen a megyében. Ezt a törekvést a július 1-én hatályba lépő hazai szakképzési törvény is segíti majd, amely bevezeti a kamarai garanciavállalást is. Amennyiben van megfelelőnek nyilvánított gyakorlati, külső gyakorlati képzőhely és tanulószerződés is köthető. Ebben az esetben a szakiskolai tanuló gyakorlati képzése a 9. évfolyam összefüggő szakmai gyakorlatától kezdődően csak tanulószerződés keretében valósítható meg. Ez azt jelenti, hogy csak akkor valósul meg a tanulónak a gyakorlati képzése az iskolai tanműhelyben, hogyha a kamara nem tud gyakorlati képzőhelyet biztosítani a tanuló számára. Ennek van egy meghatározott dokumentum, egy igazolás, amelyet a kamara akkor fog kiállítani, hogyha nem találtunk a tanuló számára megfelelő képzőhelyet. Változás lesz az is az új rendszer bevezetését követően, hogy a tanulószerződések megkötésének időszaka, amely korábban augusztus-szeptember környékén volt, most lényegesen korábbi időszakra május 1-e és június 15-e közé esik. Egyelőre bizonytalanság jellemzi az újabb egészségügyi átalakításokat. Erről Halmi József, az MSZP megyei alelnöke beszélt sajtótájékoztatóján Nyíregyházán. Április 1-től elkezdik a kórházak adósságait kifizetni, de vajon elég lesz-e az erre szánt 60 milliárd forint, tette fel a kérdést az ellenzéki politikus, aki szerint az újabb átalakítások nem az egészségügyi dolgozók és nem is a betegek érdekeit szolgálják. Mikor így alakították a kórházakat, hogy Fehérgyalmatot összevonták Máté Szalkával, Nagykálót Nyíregyházával, és az egészet begyűjtték a megyéhez, akkor már szűntek meg osztályok. Tehát Máté Szalkán, ahol a megyében az egyik legmagasabb a születési arányok, ott megszüntették a gyerekosztályt. Vagy egy jó működő orfű gégét szüntettek meg Fehérgyalmaton. Bele kell abba gondolni, hogy egy Máté Szalki szegény szülő a gyerekét vigye Fehérgyalmatra, ahová például a közlekedés, a buszjáratok vagy a vonat nem is olyan sűrű. Vagy egy orfű gégés beteget mondjuk a Szatmárba, az Erdőhártól vigyen Máté Szalkára. Tehát ez az átalakítás se a betegekről szólt. A rakamazi önkormányzat működését is veszélyeztetheti a meg nem valósult vízi tanösvény, tájékoztatta televíziónkat a település polgármestere. Bodnár László kiemelte, a több mint 650 millió forintos összköltségvetésű beruházáshoz több mint 520 millió forintos pályázati forrást kaptak, ám hiába készült el 2012 őszére a fejlesztés több eleme, a tanösvény használatba vételi engedélyt soha nem kapott, így akár visszafizetési kötelezettsége is keletkezhet rakamaznak.
A vadregényes nagymorotvaként ismert Tiszaholtágon fut az a vízi tanösvény, amely tovább növelheti majd Rakamaz és térségének turisztikai vonzerejét. Hangzott el évekkel ezelőtt, amikor még csak tervezték a helyi beruházást. Az uniós fejlesztés több eleme már 2012-re elkészült, ám most gondot okozhat a településnek a projekt, véli a polgármester. Az önkormányzat a kedvezményezett, tehát ez is egy uniós projekt. Nincsen befejezve használatbevételi engedéllyel, nem rendelkezik, erre kell fókuszálni, erre kell most per pillanat az erőt összpontosítani, mert ez az önkormányzatnak a működését veszélyezteti a meg nem valósítás. A polgármester hozzátette, mivel hamarosan teljesen lezárul a 2013-ig tartó uniós fejlesztési ciklus, jelenleg a be nem fejezett beruházásokra koncentrálnak, valamint arra, hogy a belvárosi tereket rendezzék. A közfoglalkoztatottak többek között a körforgalomnál és a hivatal épület előtt is végeznek munkálatokat. Két házfát kitermeltük, ezáltal balesetmentesíteni kívánjuk, vagy kívántuk a kerékpárutat, mivel ezeknek a fáknak a gyökerei felnyomták a kerékpárutat, és baleset veszélyessé tették. A kerítést, a városház előtti kerítést eltávolítottuk, lebontottuk, ezáltal a város lakók, illetve az ügyfelek felé egy nyitottságot próbálunk sugározni, de ezzel még nem álltunk meg, hanem a városház előtti területet le fogjuk burkolni, pihenőpadokat helyezünk el, ezáltal otthonosabbá, nyitottabbá tesszük az önkormányzatot, kapcsolódva a kormányzati programhoz. A település Kossuth szobránál található parknál pedig egyelőre terepfeltöltést, talajrendezést végeznek. Örvendj Szántóföld címmel nyílt kultikus faszobrokat bemutató időszaki kiállítás a Sóstói Múzeum faluban. A tárlatot hamarosan láthatják, előtte nézzük a híradó további témáit. Ebben az évben eddig csak egy versenyen, a fedett pályás országos bajnokságon állt rajthoz Helebrant Máté. A 26 esztendős nyíregyházi gyalogló a jövő hét végén Prágában kezdi a szabadtéri szezont, amelynek fő versenye számára a dél-koreai univerziádé, fő célja pedig az olimpiai szint teljesítése. Egy-egyes döntetlent játszott felkészülési mérkőzésen a Mezőköves Delanyíregyháza Spartakusz. Mátyus János együttese szombaton Dunaújvárosban már bajnoki pontokért lép pályára. Örvendj Szántóföld címmel nyílt kultikus faszobrokat bemutató időszaki kiállítás a Sóstói Múzeum faluban. A kiállítás anyaga a lengyelországi Zsesovi Múzeumból érkezett Nyíregyházára, és közel két hónapon át tekinthető meg. Jó napot kívánok mindenkinek! Örömmel nyitjuk meg a Zsesovi Néprajzi Múzeum által kiállítást. Bogdan Kacmár, a Zsesovi Múzeum igazgatója, a lengyel-magyar barátságot hangsúlyozva, meglepetésként magyar nyelven is köszöntötte a tárlat megnyitóján résztvevőket. A lengyel múzeumból érkező alkotások korábban falusi templomokban, illetve útszéli kereszteken voltak fellelhetők. Egy olyan kiállítást hoztunk, amivel szeretnénk a tavaszt ünnepelni. Lengyelországban az a címe, hogy Őrülj Föld. A tárlat különösen a húsvéti ünneppel, a kereszténységgel kapcsolatos szakrális szobrokat, népszokásokat mutatunk be. A kiállítás a Zsesovi, illetve a Józsa András Múzeum együttműködésének egyik állomása. A tárlat illeszkedik a múzeumfalu tárgykörébe, ahol a falusi élet mindennapjaiba nyerhetnek betekintést a látogatók. 2014. december 1-én írtunk alá egy együttműködést, amiben azt fektettük papírra, hogy minden évben valahol egy kiállítást megnyitunk, tehát vagy Nyíregyházán, vagy Zsesóban. És ebben az évben ez ugye Nyíregyházra esett, és úgy gondoltuk, hogy mivel én láttam korábban a Zsesovi Múzeum gyűjteményének az anyagát, hogy ide a Sóstói Múzeumfaluban egy ilyen kultikus faszobrokból álló gyűjtemény nagyon is megfelelne. A kiállítást június végéig tekinthetik meg a múzeumfaluba látogatók. Hans Christian Andersen születésnapja, azaz április 2-a a Nemzetközi Gyermekkönyv nap 1967 óta. Erről a napról világszerte megemlékeznek. Nyíregyházán a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár gyermekkönyvtárában rendeztek ez alkalomból felolvasónapot.
Az esemény célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a gyermekirodalomra, valamint az olvasás fontosságára. Ez alkalommal húsvéti verseket, meséket olvasunk fel, illetve mondunk, valamint locsoló verseket, beszélünk a húsvéti népszokásokról, a különböző játékokról, a szokásokhoz fűződő bújbújzöldágról, például el is játsszuk, locsolódni is fogunk, tehát nagyon sok érdekes dolog fog majd itt zajlani a gyerekek részvételével. Ebben az évben eddig csak egy versenyen, a fedett pályás országos bajnokságon állt rajthoz Helebrant Máté. A 26 esztendős nyíregyházi gyalogló a jövő hét végén Prágában kezdi a szabadtéri szezont, amelynek fő versenye számára a dél-koreai Universiade, fő célja pedig az olimpiai szint teljesítése. Bár már 3 hónap eltelt az évből, eddig mindössze egy versenyen állt rajthoz Helebrant Máté. Az olimpikon gyalogló az elmúlt hetekben a felkészülésre helyezte a hangsúlyt, gyűjtötte az erőt a szabadtéri szezon versenyeire, közben azért 5 kilométeren egyéni csúccsal megnyerte a fedett pályás országos bajnokságot. Nagyon jól sikerült a felkészülés, a téli időszak. Ezt az is bizonyította, hogy edzéseken egyéni csúcsokat gyalogoltam, illetve hogy a felnőtt országos bajnokságot a fedett pályán megnyertem, szintén egyéni csúccsal, és az sem elékes, hogy ez az idő, amit a fedett pályán gyalogoltam, az a világranglistán 8. helyezést értem. Betegség miatt 2 versenyt le kellett mondani a Máténak, aki így a jövő hét végén indul el idei első szabadtéri 20 kilométeres versenyén. Április 11-én lesz az első szabadtéri versenyem, amit Prágában rendeznek. Ez egy elég nagy nemzetközi verseny, és itt már meg lehet csinálni a kvalifikációt a riói olimpiára, illetve rá pár hétre lesz majd Békés Csabán az országos bajnokság. Májusban lesz az Európa-kupa, amit Spanyolországban rendeznek, illetve az idei főverseny az Dél-Koreában lesz az Universiade. Ott mindenféleképpen szeretnék bekerülni legalább az első 6-ba. Hát elég kemény mezőnyre számítunk. Az elmúlt Universiadékon elég jó időkkel nyertek. Szinte mondhatni olyan, mintha egy elég nagy világverseny lenne, mintha tényleg egy világbajnokság lenne. Ugye ez az egyetemisták és főiskolásoknak az ilyen kis mini olimpiája. Pokrovenszki József tanítványa elmondta, ebben az évben mindenképpen teljesíteni szeretné az olimpiai szintet, hogy aztán nyugodtan készülhessen a 2016-os riói ötkarikás játékokra. Egy-egyes döntetlent játszott felkészülési mérkőzésen a Mezőköves Dela Nyíregyháza Spartakus. Mátyus János együttese szombaton Dunaújvárosban már bajnoki pontokért lép pályára. A válogatott Európa-bajnoki selejtezője miatt az elmúlt hétvégén nem rendeztek fordulót az NB1-ben, így a nyíregyháziak beiktattak a programba egy edzőmeccset, amelyen az élvonalba igyekvő Mezőkövesdet fogadták a városi stadionban. A vendégek kispadján a tavaly még a Sparit irányító Lucsánszki Tamás ült, csapatában pedig 4 korábbi nyíregyházi játékos is pályára lépett. A hazaiak az első fél időben Rezes révén szereztek vezetést, amit Bajzát egyenlített ki a második játékrészben, így a találkozó döntetlennel zárult, de Mátyus János nem az eredmény miatt volt bosszus a meccs után. Az első fél az kimondottan tetszett, végig jól játszottunk, domináltunk, szereztünk egy gólt. Viszont egy mérkőzés ugye 90 percből áll, 25 percben a második fél az értékelhetetlen volt, az nem tetszett. Igaz, hogy különböző variációkat az ember próbálgatott, rengeteg új játékos volt, rengeteg korábban kevesebbet játszó játékos volt, de így nem egészen lehet szerintem futballozni. A Sparia hétvégén már bajnoki pontokért lép pályára Dunaújvárosban. A nyíregyháziak eddig jól jöttek ki a riválisok elleni meccsekből, és a szakvezető reményei szerint szombaton folytatják a sorozatot az edzőcsere után lévő sereghajtó otthonában. Én úgy érzem, remekül kezdtük a tavaszi szezont, fontos meccseket nyertünk meg. Még egy ilyen fontos meccset most meg kéne nyernünk jövő szombaton, és akkor szerintem ki tudnánk jelenteni azt, hogy valószínűleg bemaradtunk az első osztályban. Az X sem rossz, de mindenképpen 3 pontért fog menni a Dunaújvárosba. A Dunaújváros Nyíregyháza Spartakus mérkőzés szombaton 18:30-kor kezdődik. A további párosítás Puskás Akadémia Ferencváros, Győr Kecskemét, Pécs Debrecen, MTK Pápa, Diógyőr Paks, Szombathely Budapest Honvéd és Újpest Videoton.
Elbúcsúzott a labdarúgó magyar kupától a Kisvárda Masztergód. Révész Attila együttese a negyeddöntő visszavágóján több mint egy fél időt emberhátrányban játszva egy-egyes döntetlent ért el Szolnokon, így a hazaiak 4-2-es összesítéssel jutottak az elődöntőbe. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Mától kezdődik az egységes kérelmek benyújtásának időszaka, amelynek keretében a magyar gazdák több mint 30 féle agrártámogatást igényelhetnek. Szakemberek szerint egyszerűsödik az eljárás, könnyebb lesz a kérelmeket határidőre benyújtani. A gazdálkodók mintegy 400 milliárd forintnyi összeghez juthatnak hozzá, ami segíti őket a termelésben. 85 millió forinttal támogatja a magyar állam az ukrán konfliktus és háború által leginkább érintett családokat, jelentette be az Egyházi Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért felelős államtitkár egy magyar-ukrán tanácskozáson Vásárosnaményban. Soltész Miklós kiemelte, mintegy 200 család egy éven át havi rendszerességgel kap majd támogatást. Július 1-én lép hatályba a hazai szakképzési törvény, amely azt is szabályozza, hogy egy szakiskolai tanuló csak akkor vehet részt iskolai tanműhelyben gyakorlati képzésen, ha a területileg illetékes kamara ellenőrzése és minősítése után nem talált megfelelőnek nyilvánított képzőhelyet és tanulószerződést biztosító gazdasági szervezetet. A Kölcsei Televízió szerdai hírműsorát látták. Friss hírekkel holnap is jelentkezünk, tudósításainkat addig is megtekinthetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós, szeles időre számíthatunk esővel. Továbbra is mozgalmas időjárás várható. Csütörtökön a magasban zajló rövid átmeneti melegedés után egy újabb hideg front ér el bennünket. Éjjel felhő átvonulásokra lehet számítani, zápor, sőt hózápor is előfordulhat. Az északnyugati, majd a nyugatira forduló szél élénk, időnként erős lesz. Reggelre általában 0 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire erősen felhős lesz az ég, majd estétől felszakadozik, csökken a felhőzet. Eleinte eső, majd zápor, hózápor is várható. A nyugati szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik, délutánra 7 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás van a térségben. Igen, változékony, szeszélyes időjárás várható a következő napokban is. Pénteken több napsütésre lehet számítani, a hétvégén azonban ismét egyre több lesz a felhő, és vasárnaptól újabb esőkre, záporokra van kilátás. A jövő héten is gyakran szakítják meg felhők a napsütést, szorványosan záporok, a magasabb hegyekben hózáporok is előfordulnak. Az átlagosnál hidegebb idő várható, éjszaka néhol fagy is lehet, és általában napközben is 10 fok alatt marad a hőmérséklet.